A Jobbik az iparba, a mezőgazdaságba, a turizmusba és a vendéglátásba összpontosítaná az adókedvezményeket, mondta a párt alelnöke, miután Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a 2016-os költségvetés tervezetéről beszélt. A témát a stúdióban folytatjuk, Kriszta vendége Volner János. A frakcióvezető helyettes, jó estét kívánok, és a Parlament Vállalkozás Fejlesztési Bizottságának jobbikos elnök, és ezt azért is mondtam, mert hogy a testület autóipari cégekkel egyeztetett ma, és ott azt mondta, hogy a kiszámítható adózás és jogi környezetet kellene garantálni a befektetőknek, meg még sok minden mást is, és ahogy olvastam a nyilatkozatát, arra gondoltam, hogy arra számít, hogy itt néhány éven belül önök határozzák meg Magyarország gazdaságpolitikát. Biztos vagyok benne, hogy 2018-ban olyan pozícióba tud kerülni a Jobbik, hogy mi fogjuk meghatározni Magyarország gazdaságpolitikáját. Most pedig azt tartottam fontosnak, hogy a meghívásomra érkezett a Vállalkozás Fejlesztési Bizottság ülésére a Mercedes, a Suzuki, a General Motors és több magyar erős beszállító, és fontosnak tartottam annak a rögzítését, hogy néhány éven belül egészen biztos, hogy a Jobbik sem tervezi azt, hogy kilépjünk az Európai Unióból, hiszen egyelőre nincs olyan gazdasági alternatíva, ami az Európai Uniós tagságot fölváltaná, és meg szerettem volna nyugtatni a teljes országgyűlés nevében az itt beruházó cégek vezetőit arról, hogy párt függetlenül egyetértünk abban, hogy ezeket a befektetéseket méltányolni kell, és biztosítani kell az itt beruházó cégek számára azt a jogi és gazdasági környezetet, amit az Európai Unió biztonságként jelent. Két dolog, tehát tényleg úgy fogalmazott, hogy a következő néhány éven belül nem tervezik Magyarország uniós csatlakozásának a felmondását. Egyébként mióta ilyen jó barátjuk az Európai Unió a Jobbiknak? Nem jó barátunk, arról volt szó korábban is, hogy néhány éven belül nincs alternatívája az Európai Uniónak, hiszen gazdaságilag nehéz lenne egy ilyen lépést meglépni, még akkor is, hogyha rengeteg vitánk van az Európai Unióval. Látni kell azt, hogy amit korábban megfogalmaztunk, ugyanazt mondjuk most is, hogy Magyarországnak az európai gazdasági térségben, az Európai Unión belül van egyelőre helye. Nagyon sok vitánk van, jobban kellene képviselni Magyarországnak az érdekeit. Még a választási programjukban is az szerepel konkrétan, hogy népszavazást kell kérni Magyarország uniós csatlakozásáról, és hogy a nemzetek Európáját tartják ildomosnak a mostani helyzet. Igen, és ebben az esetben a választási programban is leírtuk azt, hogy ez egy jó néhány éves folyamat, és most is ezt mondjuk. Ugye Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter valóban számos konkrét adóváltoztatást jelentetett be, személyvedelemadó csökkentése 15%-ra, tőkehúsáfájának 5%-ra mérséklése, kétgyermeges családi adókedvezmények, ezeket nem tartják támogatandónak, hogyha azt mondták, hogy inkább az ipar, mezőgazdaság és turizmus területén alkalmaznának adócsökkentést? Dehogy nem, sőt, nagyon örülünk neki, hogy a sertéshús áfájánál legalább megvalósult az a jobbikos javaslat, amit tettünk. Mi azt szorgalmaztuk, hogy az alapvető élelmiszereknél és a gyermekneveléshez szükséges termékek áfájánál a mostani adókulcsot változtassuk meg 5%-os áfa kulcsra, hiszen ilyen módon hozzá lehet ahhoz járulni, hogy a legnehezebb helyzetben levő családok átvészeljék ezt a gazdasági válságot, illetve ahhoz, hogy elegendő magyar gyermek szülessen és a gyermeknevelés költségei csökkenjenek. Másik nagyon fontos elképzelés az az, és az itt beruházó külföldi cégek is egyébként a Jobbik előterjesztését nagyon jól fogadták, hogy mi a termelés központú adórendszer szeretnénk a jelenlegi helyébe léptetni, éppen ezért az iparba, a mezőgazdaságba és a hazánkba külföldi jövedelmet hozó turizmusba összpontosítanánk az adókedvezményeket. Ez mindenki számára, aki Magyarországon akár hazai, akár külföldi cégként beszeretne ruházni és itt termelni embereket, foglalkoztatni szeretne, nagyon előnyös. Egyébként azt tudjuk, hogy a kormány is az ipar és a gazdaság fejlesztésre fordítaná például az uniós forrásoknak a 60%-át, tehát óriási pénztömegek áramolhatnak be a következő 7 évben az iparba, illetve hát nyilván ebbe a turizmus is beletartozik a gazdaságba. Miféle fajta támogatás
kellene még ezen túlmenően? Hadd mondjam, a kormány fordítaná, de nem erre fordítja. Magyarországon jelenleg Európai Uniós forrásokat elsősorban arra használunk föl, hogy azt a gyarmati infrastruktúrát kiépítsük, ami az Európai Unió itt megtelepedett vállalatainak szükséges, ahhoz, hogy a termelést elvégezzék. Mi alapvetően azt mondjuk, hogy ipari kapacitásokat kell kiépíteni, és az ipari kapacitásokkal párhuzamosan meg kell szerezni ismét piacokat Magyarország számára. Ez egy nagyon jelentős különbség a két filozófiában, és nagyon fontos az is, hogyha most arra gondolunk, hogy nagyjából 1000 milliárd forint érkezik Magyarországra uniós támogatásként, ha nincs ellopva ez a pénz, akkor látszik az országon. Köszönöm szépen. Én is köszönöm önnek.